Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk nagy tiszteletű Koncz Tibor, esperes. Üdvözlöm esperes urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon kedves, köszönöm szépen a meghívást. Köszöntök én is mindenkit. Már jócskán az advent időszakában vagyunk. Miről szól az advent, és mire készít fel bennünket? Az advent nekem legalábbis, de hát most mondhatnék teológiai fogalmakat, de szerintem ezzel nem kellene untatni a kedves nézőket. Az advent egy a lelki állapotnak a feltüzelését jelzi, ami alapvetően bennünk van gyermekkortól, csak éppen kinőjük, hogy szeretünk várni. Szeretjük a meglepetéseket, szeretjük, hogyha van célja az életünknek, van egy bizonyos meglepetés, amiről tudjuk. Hát gyermekként mindenki tudta, hogy jön a Mikulás. Mindenki tudta, hogy karácsonykor lesz a fa alatt valami. Ezt idővel azért a közömbösség, a csalódás kiöli az emberből. És a keresztény embernek van egy sajátos, csodálatos lelki állapota, hogy minden nap várakozik. És ennek a minősített ideje, amikor koncentráltan hívja föl a figyelmünket a Biblia, az istentiszteletek, a misék, a fények, hogy van mire várni. Hát annak az embernek, akinek nincsen váradalma, nincsen reménye. Akinek nincs reménye, annak nincsen célja. Akinek nincsen célja, annak az egész élet olyan, mint annak idején az egyik falfirka, hogy állítsátok meg a földet, meg ki akarok belőle szállni. Tehát az advent a mi korunkban, a mi korszakunkban az Istenre várásnak az ideje. Hogy valamit cselekedjen. És miért várunk az Istenre? Azért, mert rá várhatunk, hiszen beteljesedett már egy párszor, hogy ő ígért valamit, és lett. És ugye erre utalnak a különböző gyertyák, az, hogy Jézus Krisztusban az Isten eljött, mégpedig négyféleképpen, négyféle formában érkezett és érkezik. És erre várhatunk. Nem arra kell várnunk, hogy a nagy globális multik mit döntenek rólunk, nem arra kell gondolni, hogy a nagy politikusok az ENSZ-ben, és ki tudja, milyenféle testületekben majd eldöntik a sorsunkat, mert egyetlen egy valaki dönti el a sorsunkat, aki nagyon szeret bennünket, a Jóisten. Hát milyen jó erre várni, hogy ez egyszer majd megvalósul, és nem a percemberkék diadala lesz, hanem az Istennek a diadala. És erre van ez a csodálatos időszak, és aki ebből kimarad, az borzasztó fáradtan, terhelten, reménytelenül fog tovább élni. Tehát ezért lehetőség az advent, hogy visszahozzuk a gyermekkornak ezt az örömét. Elérkezünk a karácsonyhoz, a történetét ismerjük mindnyájan, de mi a lényege? Hát a karácsony pontosan azt mutatja meg, amiről az advent egy ilyen provizórikusan, ilyen előjelesen mond valamit, hogy amit Isten megmondott, úgy lesz. Az embernek az életében, aki teljes mértékben ateista, mert ilyen is van, ugye szoktam mondani, hogy vannak hívő ateisták, tehát hitvallásos ateisták, hát ők is érzik, hogy több az ember annál, hogy sejtjeinek az összessége, mert ugyanazokból a sejtekből állunk össze, ön is, meg én is, bár ugye nyilván kromoszomálisan más, mert milyen maradéak vagyunk, hogy kétfajta nem van, de ennek ellenére ugyanazokból a sejtekből állunk össze, és mégis másak vagy. Mert van valami többletünk. Még csak nem is az agyunk, a szellemünk, hiszen ugyanabban az iskolában járunk, ugyanaz tanít bennünket, és mégis másak vagyunk. Miért? Azért, mert van egy különleges többletünk, ez a lelkünk. És a lelkünknek a dolgai határozzák meg egyrészt a jelenünket, mert fölülírnak mindent. Csak gondolja végig mindenki, hogyha valaki rossz hangulatban van, az a lelkülete felüléri azt a napját. Pedig körülötte lehet, hogy éppen világbajnokságot nyer a magyar válogatott, de hogyha neki olyan a hangulata, akkor pont nem érdekli. Vagy valaki gyászban van. Lehet, hogy a családban valaki megnyerte az ötös lottót, nem fog tudni neki örülni, mert az, aki a legfontosabb, már nincs vele. Hát a lélek ír fölül mindent. De a lélekkel van egy nagy gond, az, hogy a lelkünk, mert megvan a bűnnel rontva, tud nagyon rossz is lenni. Rossz lelkűek is tudunk lenni. És ennek a lenyomata, ennek a terhe ott van a vállunkon. És ettől meg akarunk szabadulni, de nem tudunk. Meg akarunk szabadulni a saját rossz indulatainktól, szokásainktól, és nem tudunk.
És azt ígérte az Isten, hogy gyengék vagytok hozzá, de majd elküldöm azt, aki ebben nektek fog segíteni. És ez teljesedett be karácsonykor. Ez az ígéret. És erről szól az egész Biblia. Arról, hogy Isten gondoskodott rólunk, a testi, emberi valóságba az ő isteni létezését, lényegét adta azért, hogy ezen a módon keresztül megváltson bennünket a mi bűneinktől. A bűneinknek az átkától váltott meg. Az azt jelenti, hogy nem lesz fölírva többet az életkönyvében a nevem mellé az, amit megbántam Jézus nevében, mert kitörlődik. És a végén ez fog majd engem a halál után az örök életbe eljuttatni. Tehát ennek ez a teológiai üzenete. Az, hogy minden egyébként, ez egy felszabadító öröm, és ennek a felszabadító örömnek is az, hogy a gyermek születése mindig egy öröm. Annak a kiábrázolása, a rengeteg fény, csillogás, az, hogy kívánjuk azt, hogy békességünk legyen, az valóban a kiábrázolása, kisugárzódása ennek az alapvető örömnek, hogy van megoldás, hogy nem úgy kell leélnünk az életünket, hogy az halálunk pillanatában, ha van erre egyáltalán módunk, akkor végig gondoljuk, hogy mennyi mindenkit megbántottunk, mennyi mindent elrontottunk. Ezért nekünk csak egy jövőnk lehet, a poklok pokla. Hanem abban a tudatban mehetünk el, hogy azt mondjuk, igen, nem vagyunk tökéletesek, de van, aki tökéletes volt ezen a földön, és ő miatta, mert én hiszek benne, ő nekem megszületett, nem csak úgy megszületett a világban, hanem nekem érted miattam, ő miatta nekem nem kell ezzel a teherrel foglalkozni, hanem boldogan fogok majd bemenni, mert megtisztított az örökké valóságba. A 16. században jelentős változáson ment keresztül az ünnep, hiszen az addig csak templomban ünnepelt alkalmakat hazavitték a családok, és a karácsonyfa állítás is szokás, és ettől az időszakra tehető nagyjából. Kicsit később, igen. Tehát itt elindult egy folyamat valóban. Miért volt ez kiemelkedő jelentőségű akkoriban? Talán éppen azért, mert vagy ez egy nagyon nagy, ezt így mondják műszóval, és nem akarom megint terhelni a kedves televízió nézőket, csak ez talán megmagyarázza. Erudíciónak nevezték ezt a világot. Erudíció azt jelenti, hogy amikor valami elkezd kidagadni, elkezd kifejlődni. Hát például erudíció az, amikor egy magból elkezd a csírázás. És ugyanez volt a 15.-16. századnak a fordulópontja, ezt nagyjából el tudják képzelni, de az 1400-as évek vége, 1500-as évek eleje, hát ekkor volt a könyvnyomtatás. A könyvnyomtatás pedig magával hozta, hogy az emberek széles körben vihették haza az ismeretet, a tudást. Szembesülhettek vele. Ezzel együtt a nagy felfedezések időszaka volt. Hát milyen erudíció, milyen nagy kibővülése, kidagadása volt az emberi ismeretnek. Gondoljuk el. Hát addig azt hitték, hogy annyi a világ, amennyit úgy nagyjából beláttak. Most kiderül, hogy sokkal nagyobb. Kiderül, hogy magasságba és mélységbe is lehet még tovább menni. Az embernek ez a felfedező vágya, hajlama hirtelen teret nyert. És jött a reformáció. A reformáció egy szellemi és lelki megújulás volt. Tehát ez az egy katolikus egyházon belül volt. Ez a katolikus, mondjuk így a római katolikus egyházon belül történt. Ez nem kívülről jött. Akik az egyházon belül voltak, szerzetesek, papok, azok mondták azt, hogy hát ne arról beszéljünk már, ami nem az emberi életnek a legfontosabb kérdése, és ne latinul beszéljünk már, hiszen akármennyire is szeretjük a latin nyelvet, én is csodálatos nyelvnek tartom, én érettségiztem belőle, higgyék el, hogy nincs szebb nyelv a magyaron kívül természetesen. A maga rendszerével, a maga kiejtésével, fonémáival tökéletes nyelv. De Pista bácsi nem érti. Tehát nagyon jó, hogy mi ezt el tudjuk mondani, hogy ecce homo, el tudjuk mondani, hogy ego sum, el tudjuk mondani ezeket a kifejezéseket. Azt is, hogy a kenyér, ugye testélet, ugye az ige testélet és abból lett a kenyér, hoc est corpus meum, ebből lett egyébként a magyar varázslás szó, hogy hocus pocus, mert senki nem értette, csak azt hallották, hogy hoc est corpus meum, latinul a templomban csöngettek hozzá, mindenki letérdelt, hát itt valami varázslás történik, akkor ez hocus pocus. Hát ez volt a mindennap, tehát amikor most a 21. század embere
így nagy vonalúan így legyint azokra az időkre, bocsánat, hát mások voltak az előfeltételek. Ezelőtt 100 évvel 10 másodperc fölött volt a 100 méteres világcsúcs futása, lehet, hogy 11 másodperc volt, most pedig 9,58, ha jól, vagy 53, ha jól emlékszem. Azért, mert egyrészt más a táplálkozásunk, és más a cipő, más a borítása a pályának. Hát nem ugyanazokkal a feltételekkel. És a reformáció azt mondta, az embereknek van szükségük arra, hogy tudják, hogy miben hisznek. Ez együtt járt azzal, hogy akkor a Bibliát is le kell fordítani anyanyelvre. Akkor arról kell beszélni, ami a Bibliában van. Nem mesékről, nem hagyományokról, nem hiedelemről, nem valamiféle boszorkányságról, hanem arról kell beszélni, amit Jézus mondott például. Mit mondott ő? Hát nem az, hogy mit mondunk Jézusról. És akkor jött az, hogy akkor már iskola is kell. Ha már van könyv, olvasni is tudni kell. Tehát ez egész egy ilyen erudíció lett. Ugye ezt mondják reneszánsznak, humanizmusnak, de az korábban volt. Ez egy összeállt, egy nagy konglomerátum, már megállíthatatlan lett. És ezzel kapcsolatban jött, hogy áttevődött, ahogy nagyon jól mondta egyébként, hogy áttevődött a templomból az életbe az istentisztelet súlypontja. A templom meg az istentisztelet az mondjuk így a tortán a hab, meg a habon az a kis bizonyos kandírozott gyümölcs. De attól én még hívő vagyok hétfőn is, meg kedden is. De hogy kell hívőnek lenni? Hát ott van a kezedben, most már a Biblia, olvasd el, hallgasd meg a Bibliának a magyarázatát, mert az mégiscsak 1500 évvel vagy még több íródott. És így elkezdődött a kegyesség áttevődni a családok világába. És létrejöttek a családi gyülekezetek. És így tevődött át például az ünnepléseknek is a szokása, hogy nem csak a templomban ünneplünk, hanem odahaza is tudunk ünnepelni. Hogyan lehet ünnepelni? És akkor erre jönnek ezek a válaszok a 17. században, hogy na akkor ne valahogy próbáljuk már kiábrázolni a fényt, a világosságot, mert hiszen az született meg Jézusban, az igazi világosság, a mennyei világosság, nem ez a mostani világosság. És akkor volt valakinek ötlete, akkor a germánoknál volt szokás az örök élet fáját fölállítani, hát akkor állítsuk föl mi is. Csak akkor legyen rajta valami fény, és mivel ajándék az Istentől Jézus, legyenek rajta ajándékok, amik mutatják. Tehát így alakult ki, hogy a nagy biblikus világból az egyéni és családi kegyesség felé indultunk el, aztán a 19. században pedig az adventi gyertya. Tehát sok minden abból indult el, hogy kilépett a vallásosság és a hit a templomból. Most az a baj, hogy nem akar visszalépni. Ez inkább a probléma, mert az, hogy én egyénileg mit hiszek, az nem biztos, hogy helyes. A közösségben élem át, hogy az igazság micsoda. Hogy ezt hogy kell érteni. Tehát én, bocsánat, egy teológus vagyok, tehát innentől kezdve nekem, én otthon is el tudnám ezt csinálni, helyet tudnám játszani az összes istentiszteletet. Még azt hiszem, hogy lehet, hogy jobban is csinálnám, mert nem feszélyezne, hogy jó messze vannak tőlem, 20-30-50 méter az emberek, de az átlag ember nem tudja. Hát egy ügyvédnek, egy tanárnak, egy kereskedelmi alkalmazottnak, egy újságírónak nem ez a feladat, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát itt szakad el az a folyamat, az az egészséges folyamat, hogy a közösség és az egyén vallásossága, hitélete hogyan tud konglomerálni egy nagy természetes szerves egységé. Tehát itt, ami elindult a 16. században, az viszont most visszafelé kellene, hogy haladjon, és ezt egyébként Nyugat-Európában látjuk, hogy hova vezet, ha nem. Pontosan ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy mennyit változott az ünnep, és meg is van valahol a válasz az elmúlt évek, évtizedek alatt, a hagyományok átörökítéséből, továbbviteléből, és a mai modern kor karácsonyából. Ez egy nagyon, nagyon vegyes kép, mert vannak, akik nagyon komolyan veszik, hogy a hagyományt át kell örökíteni, és vannak, akik lemondanak erről, és úgy gondolják, hogy ezt más el fogja végezni. Na most, hogyha ezt rábízzuk a tartalomszerkesztőkre, az influencerekre, az pont olyan lesz, mert hogy mindenkinek az egyéni ízlésvilága jelenik meg a szociális térben.
mondjuk egy amerikai film, mondjuk egy hollywoodi film, ami mondjuk akar a karácsonyról szólni, ott előveszik a listát, és azt mondják, hogy hát ebbe kell akkor, na nézzük, 4 sötétbőrű, 2 homoszexuális, kell bele, hogy valaki énekelje, az jön, hogy egy patika mérlegen lemért, egy patika mérlegen kialakított valamilyen terméket adnak, aminek nem sok köze van, csak az alapját, a keretét adja az ünnep lényege. Na most lemondani a saját kultúránkról, a saját hagyományainkról, és oda bízni ilyen hollywoodi emberekre, hogy na akkor, ahogy ők mondják, olyan az ünnep, hát ennek aztán, és ráadásul ők ugye változnak, minden évben más lesz az éppen aktuális bolondság, tehát akkor így fog fölfelődni a gyerek. És akkor majd kijön szépen a nagy életbe, és azt mondjuk neki, na szerinted mi az ünnep? Hú, mit láttam utoljára. Tehát igen, ez gond. Nem szabad lemondanunk erről. Ugye itt, ami nagyon jó kérdés volt, hogy mennyiben alakult át, úgy, hogy sajnos ez a egyéni, én ezt magam megoldom, ez látszik. Tehát itt vannak például a nagy rendezvények, a város is megszervezi a maga adventi alkalmait, megrendezünk mi is, és bizony nem látjuk azt a tömeges megmozdulást. Mert úgy vannak vele, ez a mi ünnepünk, magunk ünnepe. És tényleg itt térünk el attól, ami, hogy az alap viszont az közös. Tehát azt nem mondhatja senki, hogy Jézus az én egyéni megváltóm, csak az enyém, csak nekem született meg, csak miattam volt a Földön, ezért én úgy ünneplem őt, ahogy akarom, majd én lebeszélem vele. Tehát ilyen nincs. A nagy nemzeti ünnepeinkkel is ez a bajom, hogy mindenki a saját maga ízlése szerint értelmezi Kossuthot, meg a többit. Nem. Hát el kell tudni olvasni, hogy Kossuth mit mondott Petőfi, és hogy nagyjából kialakul, hogy ők mit gondoltak. Nem. Az egyik párt, a másik párt, az egyik család, a másik család, az egyik tanár, a másik tanár. Ezt el kéne felejteni. Ugyanígy van az egyházban is. Különbözőek vagyunk a katolikus testvéreinktől, a baptista testvéreinktől, de hát Jézus Krisztus születése az a Bibliában van, azt nem én találtam ki, meg nem a katolikusok írtak egy mesekönyvet, aminek az a neve, hogy Jézus születése, vagy a baptisták, az a Biblia, az ugyanaz. Tehát ezért például ez egy közös örökségünk, és együtt tartjuk fent a hagyományt, és ebben végig testvérek voltunk, és testvérek is maradunk. Tehát egy kicsit vissza kellene térni a közösségi élményhez, a közösségi gyakorlathoz. Ez az én nézetem, és nem hivatalból mondom, mert az, hogy nekem 100 ember, 200 vagy 800 előtt kell prédikálni, az nem befolyásol. Mert egyszerűen csak azért, hogy ne vesszen el. Mert ha 10 millió, közel 10 millió magyar ember 10 millió féleképpen fogja ünnepelni az ünnepet, abból nem lesz semmiféle megerősödés élményünk, nem lesz összetartozás élményünk, nem lesz az a csoda, hogy mi egyek vagyunk, hát egy vérből valók vagyunk valóban. Mert ebben is egyek vagyunk. És ha már az alkalmaknál és a közösen eltöltött időnél tartunk, milyen alkalmakat kínál az egyház ebben az időszakban? Hát a evangelizációnk az elmúlt, pedig azt nagyon ajánlottam volna mindenkinek, egy nyugalmazott, de csak papíron esperes volt, aki szolgált közöttünk, Budapestről érkezett, Takaró Tamás, hát nagyon sajnálom, hogy már elmúlt, és így nem tudom most ezt újra felajánlani. De természetesen már megvoltak, ahogyan mondta, és hogy voltak már adventi alkalmaink, és ezeken az alkalmakon a gyerekeink is szolgáltak szépen, csodálatosan. És föl tudom ajánlani ezeket az alkalmakat továbbra is, hiszen minden adventi vasárnapon fogunk ünnepi alkalmat szolgálatokkal, gyerekek szolgálatával, igehirdetéssel, énekléssel fogunk együtt ünnepelni, készülni, hiszen mondom, hogy a gyermeki várakozás és vágyakozás visszacsempészését szeretnénk elérni. A városi adventi alkalmak bekapcsolódunk, most például a szombaton lesz 16 órától az adventi, tehát a városi adventi koszorún a gyertyagyújtás, ez a harmadik, és egyfelől várjuk polgármester urat, ő fogja meggyújtani, másrészt pedig Gájer Bálint koncert lesz, ingyenes lesz, várunk mindenkit szeretettel,
ráadásul be lesz kapcsolva a fűtés, úgyhogy nem is kell nagyon félni a hidegtől. Tehát megvannak ezek az alkalmak, lesz majd ugye a negyedik adventi gyertyagyújtás. Tehát sok minden van, nyitott szemmel kell járni. Nincs olyan helyzet, hogy valaki azt mondja, hogy akár csak egyért is, hogy most már nem érdemes, mert nem voltam az elejétől ott. Minden alkalmat ki lehet használni, mindenkit szeretettel látunk, nem csak mi, hanem minden közösség, minden felekezet. Egy kicsit töltekezzünk, mert annál rosszabb nincs, ezt nem azért mondom, mert tapasztaltam, de hogy mikor megkérdezik, na és hogy telt az ünnep, akkor azt mondjuk, hogy ha, de fáradt vagy. Hát ennél rosszabbat, gondoljuk a gyerekeinket, akkor látják, hogy sokkal nyúzottabbak vagyunk egy ünnep után, mint előtte. Nem kéne belehalni az ünnepekbe, csak szólok. Pont ellenkezőleg kellene egy kicsit úgy szabadabbnak lenni, felfrissülni, nem kell idegeskedni semmiért, és ennek egyik helye, ahol nem idegeskedünk, nem gondolkodunk feleslegesen, az például a templom, ahol az Isten közelségében az ő szavát halljuk, hát kell ennél több és jobb. Ez egy fontos üzenet. Adományokat gyűjtött a Református Egyház, hol tartanak jelenleg az adomány átadások és a hozzájuk kapcsolódó terület? Tart még, már jó ideje gyűjtögetjük, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon megindító a jó lelke a karcagiaknak, a mi embereinknek. Ugye itt az egész nem arról szól, hogy mert hogy illik meg hagyomány, hogy gyűjtögetünk, hanem egyszerűen arról szól, hogy vannak, akiknek egyáltalán nem lesz szép a karácsonyuk, legalábbis külsőleg. Belsőleg lehet, hogy jobban megélik, mint mi. Na de hát nem telik abból a sok jóból, amit kaptunk, hogy egy cipős doboznyit, ami mennyi? 15-ször, 18-ször, 23 centi most nem, egy kisgyereknek a cipős doboza. Hogy abba beletegyünk néhány csokoládét, hogy egy plüssmackót, ha belefér, hát mibe telik? 3000 forint? Nem akarok butaságot mondani. Van olyan gyors étterem, ahol 3000 forintért le se engednek bennünket ülni. Igen. Valakinek meg ez lesz a karácsonyi ünnep. Mert megkapta vadidegentől, mert senki nem tudja ám, hogy hova adjuk, megkapja, és mi pedig nem lettünk kevesebbek, csak többek. Tehát ez az egész erről szól. Én néha szégyellem is, hogy beszélnünk kell arról, hogy adjunk. Valószínűleg csak azért szégyellem, mert ez nekem természetes, de örömmel mondom, ha kell, újra és újra, hogy ha valaki esetleg nem tudná, nem lesz kevesebb. És aztán ott van a másik, ugye a szeretett doboz, az egy jóval nagyobb doboz, hát abban inkább ilyen tartós élelmiszereket szoktunk kérni, konzerveket, hát a többit, amit ugye el lehet képzelni, hát itt jön az, hogy ugye férfi ember nagyon nem ért hozzá, bocsánat, tiszteled a kivételnek. Hogy egyébként mire lenne szüksége mondjuk a konyhában a házi asszonynak? Mert amikor megfőzi valaki a csodálatos birkát, akkor is mondja, hogy ezt hozd meg, azt hozd. Tehát annyira azért nem értünk mi ehhez, de főleg a házi asszonyok azért elég jól tudják, hogy mire van szükség. Hát azt kellene beletenni. És ez egy nagy doboz, elképzelhető, hogy megrémíti az embert, mikor meglátja, hogy hú, ebbe belepakolni mindent. De hát nem kell idegeskedni, mert hárman is össze tudunk adni egy doboznyit. És az már 15 000 forint érték. Hát az már egy családnak is jól néz ki. A fa alatt. Tehát ezt föl akartam egy kicsit oldani, hogy hát ezelőtt mondjuk 5 évvel meg kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon okozott lelki gondot megtölteni egy dobozt, de most már azért gondolkodunk rajta, hogy tudjuk ezt teletenni, nem mintha nem lenne rá keretünk, meg lehetőségünk, csak most már másabb az agyunk. És ezért oldom föl ezt, hogy hát amennyit tudunk, más is majd hoz, harmadik is hoz, együtt egy doboz, annak a családnak, akinek eljut, teljesen mindegy, hogy ezt hárman adták össze. Hát fogalma sincs, hogy honnan érkezik. Ez a jó benne, mert nem kell attól idegeskedni, hogy megjelenik, és aztán na, adjatok még. Tehát az egész úgy van összerakva, hogy a 21. század ember modern gondolkodásának és lelki világának megfelel, úgyhogy szeretettel ajánlom. Hát az a baj, hogy ez már nem sokáig tart, még ezen a héten, utána viszont el kell, hogy vigyük, pontosabban elviszik tőlünk, nem is, hogy mi visszük el. Úgyhogy ez már az utolsó időszakot jelenti. Ez a hét tulajdonképpen. Be lehet hozni a lelkészi hivatalba, telefonom megvan, föl lehet hívni, ha éppen nincs nyitva.
és akkor begyűjtjük. Zárásként azt kérdezem Esperes úrtól, hogy a 2023-as év karácsonya a karcagi ember számára mit üzen? Azt, hogy jobban szeretnek bennünket, mint onnan fölülről, mint ahogy mi szeretjük magunkat. Sokkal jobban szeretnek. Ez meglátszik egyébként, hogy meg vagyunk tartva, egészségünk van, aki meg betegség van, annak meg lehetőség van, hogy tehát egészséges legyen. Mert mi képesek vagyunk annyira nem szeretni magunkat, és ez nagyjából ugye az arcunkon mutatkozik is, gondterheltek vagyunk. Hát mindenkinek van gondja, mindenkinek van terhe, de ez nem tartozik senkire, ez mindenki maga élje át. Főleg úgy, hogy Istennél annyi minden el van készítve nekünk, annyira szeret bennünket, hogy ez a rokontalan nép itt ellenségektől körülvéve, ezer esztendő után is még nemzetként él, hát ez a nem tudom, hanyadik csodája a világnak. Sokkal jobban szeretnek bennünket felülről, csak nem engedjük. Hát ha valakinek így van ökörbe szorítva a kezét, annak adjunk már valamit, nagyon nehéz lesz. Tehát ez számomra a karácsony üzenete, és ezt szeretném elmondani, hogy szeressük az életet, mert akitől kaptuk, az szereti az életet, és szeret bennünket. És talán akkor jobban tudjuk, nem csak egymást, még magunkat is tudjuk szeretni, az sem egy utolsó dolog, mert pszichoszomatikusak vagyunk, a lelki világunk megbetegít bennünket, vagy pedig meggyógyít. Tehát ezt mind tessék ebben az időszakban komolyan venni. Van rá idő, nem kell annyit rohanni, nem kell annyi programot csinálni, nem kell annyi mindent megfőzni. Én szoktam a feleségemnek mondani, aki egy konyhatündér, hogy ketten vagyunk odahaza, hát a félvárost meg tudjuk lassan már vendégelni. Tehát nem kell ebbe elmerülni. Egy kicsit szeretni kellene magunkat, mert az, akiért van ez az egész ünnep, akiről szól, az meg nagyon szeret bennünket. Ha ezt így megértjük, akkor szerintem egyensúlyba kerülünk. Ha már Esperes úr szóba hozta, önöknél milyen az ünnep? Rohanós, de ez azért van, mert nekünk ugye szolgálatok vannak. Viszont amikor éppen nincsen, akkor azt nagyon kihasználjuk. Tehát ezt megtanultuk, hogy akkor nem aggódunk, akkor nem készülünk, akkor nem az van, hogy... Mondok erre egy példát, nálunk már áll a karácsonyfa. Na most lehet erre mondani, hogy ó, hát annak az a napja, hogy 24-én, ugye szentes. Lehet ezt mondani, ez sehol nincs leírva. De én már szenteste napján, karácsony előtt ne ezzel foglalkozzak. Miért ne lehetne fölállítani? Akár egész évben lehetne karácsonyfa, hát ki mondja, hogy nem. Tehát amikor ezen az ember úgy végig fut, meg úgy átéli, vagy újra értékeli, persze, ahol kisgyerek van, az egészen más, mert ott a meglepetés, az nagyon fontos, ahogy mondtuk, hogy a várakozás, vágyakozás, akkor nagyon sok minden föloldódik. Vagy tudjuk, hogy nem jönnek például haza a fiúk, mert ugye a fiaink már nagyok, felnőttek. Akkor természetesen egy alkalmat, az már meg is van, amikor mi megyünk be is, és nem idegeskedünk utána, tudomásul veszük ők, nagyok, felnőttek, pénzt keresnek, családot alapítanak. Ez az ő világuk, az ő életük. Tehát nem az van, hogy mi volt korábban. Át kell tudni alakulni, transformálni kell a dolgainkat, hát ugye az egész életünk egy folyamatos metanója, egy folyamatos átalakulás, gondolatváltozás, ebben is ez kell, hogy legyen. Úgyhogy mi így készülünk. Tehát azokat a pillanatokat fogjuk kiélvezni, nagyra tartani, amit kapunk, egyébként pedig végezzük a szolgálatunkat, a munkánkat, Isten dicsőségére és emberek javára. Magunk örömére, mert ez hozzátartozik, hogy ez nem fáradtság. Megköszönöm Esperes úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánunk önnek és családjának. Köszönöm, én is azt kívánom, és természetesen mindenkinek, aki figyelt és aki hallgatott, és ez megtisztelő volt számomra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!